A harmadik országos középiskolai rendészeti csapatverseny régiós válogató versenyén 17 csapat közül lett a legeredményesebb a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma, és nagy szerencsém van, hiszen a csapat tagjait és felkészítő tanárukat itt köszönhetjük a Weekend stúdiójába. Palai János, mint tanár úr, vesz részt a beszélgetésben, és Farkas Regina, Lakatos Attila és Nyeste Alex pedig, akik ugye a csapat oszlopos tagjai voltatok, lehet ezt mondani? Igen. Hányan voltatok egyébként ebben a szuper csapatban? Négyen. Hát szegény negyedik játékos majd a következő megmérettetésre reméljük, hiszen ugye ez tulajdonképpen egy olyan verseny, aminek még nincs vége. Mit lehet magáról erről a versenyről tudni, és mennyire nagy eredmény, hogy a csapatotok bejutott a döntőbe? Országos döntőbe. Ez egy rendészeti csapatverseny, rendészeti iskoláknak, ahol ez az ágazat folyik, ez a képzés. Ez egy kétfordulós verseny, volt egy regionális válogató verseny Miskolcon, itt a környező megyékből hívtak meg iskolákat, és ezen a versenyen sikerült első helyezést elérnünk, így jutottunk az országos döntőbe. Na hát ez még ugye előttetek van. Igen. Ilyenkor egy picit másképp kell erre készülni, lehet-e valamit sejteni arról, hogy mondjuk milyen lesz az országos verseny, vagy gyakorlatilag a mindennapi ismeretek azok valószínűleg elegendőek lesznek, ha már egyszer ilyen sikeres volt ez a csapat? Igazából fizikálisan készülünk inkább jobban. Elméletből nem nagyon tudunk készülni, igaz, azt az iskolába kapjuk aztán. És milyen nyakatekert feladatok vannak? Hogy kell ezt elképzelni a nézőknek? Ugye tehát ti lendő rendőrök vagytok, ugye föl kell készülni a legváratlanabb, legizgalmasabb helyzetre, és gondolom, hogy most erről kell majd tanúbizonyságot tenni a versenyen. Van egy fizikai része, ahol fekvő, támasz, felülés, helyből távol függeszkedés van, utána van egy 2000 méteres futás, akadálypálya, van rendőri feladat, ahol egy fel kell öltöztetni egy bábút, meg van adva, hogy nyári gyakorlóruházatba, egy BV-s feladat, ahol be kell rendezni egy zárkát, szekrényt, megkeresni a tiltott tárgyakat, lövészet van még, így elméleti résszel kezdjük mindig, tesztkitöltéssel. És általában a csapatban mindig vannak lányok, Regina, vagy te ilyen fehér ollónak számítottál? Hát kevés csapatban voltak lányok, viszont hát inkább a fiúk jelentkeznek. És mondjuk itt a verseny során voltak kifejezetten olyan feladatok, amik neked személyre szabottan jobban mentek, vagy ilyenkor tényleg egy nagy csapat játék folyik, és nem számít, hogy ki a fiú és ki a lány, hanem egy emberként harcoltok? Egy emberként. Az jutott eszembe, ha már itt most megkérdezhetem tőletek, ugye nyilván a rendőr, mint szakma nagyon sokáig népszerű volt, de azért most talán volt egy hullámvölgy, ugye már valóban a nyugdíjkorhatár kitolásával. A ti életetekben mi volt az, ami mégis arra ösztönzött, hogy erre a pálya felé induljatok el? Hát igazából nekem ez volt az álmom, aztán szeretném valóra váltani. Hát én kitartok a céljaim mellett, aztán meglátjuk, hogyan sikerül. És hol fogunk veled találkozni mondjuk 10 év múlva? Hogy tervezed? Valahol egy irodában kuksolsz, vagy? Közlekedésrendészetén szeretnék elhelyezkedni. Hát remélem nem fogok veled találkozni, mondjuk gyorshajtás miatt nem állítasz meg. És ti? Hát ez majd még eldől a későbbiekben. De én is inkább ilyen közlekedésrendészeten szeretnék elhelyezkedni. Én inkább iroda. Én úgy látom, hogy egyébként a helyes rendőrlányok azok talán egy kicsit, hogy is mondjam, talán elfogadóbbak vagyunk, hogyha egy hölgy állít meg minket, úgy gondoljuk, hogy kevésbé szigorú, de hát lehet, hogy ez pont nem így van. Mikor kell drukkolni a csapatnak? Mikor lesz a döntő? Hát ugye ez a döntő 3 napos lesz, április 25, 26 és 27-én lesz Budapesten. Hát akkor gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy szinte mindenről számot kell majd adni. Mégis ugye, mint felkészítő tanár, van-e valamilyen stratégiátok, mi alapján készültek erre a döntőre? Folyamatosan készültünk minden feladatra. Ugyanezt próbáljuk folytatni az országos döntőről, és a regionálisra, ha ott működött, akkor reméljük itt is fog.
Egyébként nyilván az már egy elismerés, hogy ilyen sikeres volt a csapat. Ez van valamiféle rivalizálás a különböző szakgimnáziumok között? Érzitek azt, hogy mondjuk nem mindegy, hogy valaki a keleti régióból lesz rendőr, vagy esetleg Dunántúlon tanul hasonló iskolákban? Eddig nem érződött ilyesmi. Na hát majd most, hogyha megnyeritek. Országosan, most kiderül. Akkor elképzelhető. Egyébként számít ez, hogyha mondjuk tényleg a dobogón lesznek a fiatalok, akkor... Persze. Akkor nekik főleg, mert azért nagyon keményen, nagyon sokat készültek rá, meg természetesen az iskolának is újabb hírnevet szerzünk ezzel. Hát akkor kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeresek legyetek, és hát azt is, hogy ilyen határozottan induljatok a céljaitokért, és sikeresek legyetek. Egyrészt, másrészt pedig a munkátokkal azért segítsétek azokat is, akik úgy tekintenek a rendőrökre, hogy nagyon jó, hogy ott vannak, mert tényleg biztonságban érezzük mi egyszerű laikusok, járókelők vagy az autóban vezetők. Úgyhogy gratulálunk szívből, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük.